Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Rózsa Sándor, Karcagváros jegyzője. Üdvözlöm jegyző urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszöntöm a televízió nézőket, és köszönöm a ismételt meghívást. Április 3-án kerül sor Magyarországon a gyermekvédelmi népszavazással egybekötött országgyűlési választásokra. Miért bír kiemelkedő jelentőséggel különösen ebben az évben most az idei évi országgyűlési választás, és a későbbiekben majd beszélünk természetesen a jelöltekről is? Hát egyrészt ugye van egy választás technikai kiemelt jelentősége, és direkt ezzel kezdem, mégpedig azzal, hogy most fordul elő. Először, hiszen törvénymódosítás kapcsán lehetett országos népszavazást is tartani a választás napján. Tehát végül is ez egy kettős esemény lesz. Országgyűlési választás lesz, és országos népszavazás is lesz. A másik dolog meg, mindannyian tudjuk, hogy eléggé kiegyenlített erőviszonyok vannak a politikai porondon, úgyhogy nagy jelentősége lesz ennek a országgyűlési választásnak is, hiszen az állampolgárok na gondolom, hogy nem mindegy, hogy ki lesz a nyertes. Jegyző úr behozta a stúdióba, és meg is fogjuk mutatni a kedves televízió nézőknek az országos listát tartalmazó, ahol a pártok és akikre lehet szavazni jelöltként fel vannak tüntetve, illetőleg a körzeti jelölteket, és ahogyan beszéltünk róla, a népszavazásnak a szavazó lapját is ezt be fogjuk mutatni. Beszéljünk egy kicsit a jelöltekről. Hát most nem akarom felsorolni, de az országos listát állító pártok szerepelnek. Általában ez mindig egy hosszabb szavazólap, most is egy hosszabb szavazólap. Ezen itt van 2, 4, 5, 6 listás. Ők azért kerültek fel a szavazólapra, mert 71 országos egyéni választókerületbe tudtak jelöltet állítani, illetve a 14 megyébe plusz a fővárosba. Tehát ez volt a minimum feltétele, és ezért kerültek ezek a pártok a szavazólapra. Vannak az egyéni képviselőjelöltek, ők lesznek nálunk, itt a hármas számú Jászlik-Moszolnok-megyei megyei országgyűlési egyéni választókerületbe lesznek 5, és akkor van egy formában és egy megkülönböztető jelzéssel ellátott szavazólap, ami pedig az országos népszavazásra vonatkozik. Ez majd látni fogják, hogyha a képernyőn is bemutatásra kerül, hogy egy kék keretes szavazólap lesz. Tehát a választópolgárok minden szavazólapból kaphatnak. És ezt azért mondom, hogy kaphatnak, mert annyiban is más lesz ez a választás, hogy a névjegyzéken, amikor megjelennek a szavazóhelyiségbe, két helyen kell majd aláírni. Egyrészt ugye az országgyűlési választásra vonatkozólag, egyrészt pedig az országos népszavazásra vonatkozólag. Beszéljünk arról, hogy hány órától hány óráig lehet menni a szavazókörökbe, hol lesznek kialakítva, illetőleg milyen fontos okmányokra lesz szükség, illetőleg a vírushelyzet, amely most hála Istennek lecsengőben van, valami különleges korlátozás vagy betartandó szabály születik-e április 3-án vasárnapra? Hát akkor kezdem az elején. Végül is változás nem történt. Reggel 6 órától 19 óráig tart magának a választásnak a folyamata. Úgyhogy akkor lehet mind mozgóurnába, mind személyesen megjelenve a szavazókörökbe szavazni Karcagon. Változás nem történt, tehát ugyanazok a szavazókörök vannak most is, ugyanazokon a helyeken, mint a korábbi választáson, ugye legutóbb a időközi polgármesteri és képviselő választás volt, tehát ugyanazok a szavazókörök vannak most is, ezek lesznek biztosítva a karcagi választópolgárok számára. Különleges egészségügyi előírások ugyan most nincsenek, meg reméljük nem is lesznek. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki tudja, most már zárt helyen se kell maszkot használnunk, ez vonatkozik a szavazókörökre is, úgyhogy ennyiből most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy könnyebb lesz a helyzetünk, meg a választópolgároknak is a helyzete, hogy nem kell maszkba megjelenni a szavazókörökben. Milyen okiratok szükségesek? A személyi okmányoknak úgy alapvetően az a feltétele, hogy minden olyan személyi okmány alkalmas a választáson arra, hogy
a személyi adatainkat le tudjuk egyeztetni, ami egyébként szerepel is ezekben az okmányokban. Ez alapvetően az első és legfontosabb a személyigazolvány, az útlevél, a vezetői engedély, tehát ezek a személyi okmányok. És hogyha már itt tartunk, akkor azt tudom mondani, hogyha valakinek időközben lejárt, hiszen 2020. március 11-e után, ha valakinek lejárt, az még érvényes, de ha valakinek előtte járt le a személyi okmánya, lehetőséget biztosít a kormányhivatal, hogy a kormányablakok nyitvatartása biztosításával lehessen okmányokat cserélni. Tehát még a magának, tehát a választás napján, vasárnap is, de szombaton is a kormányablakok nyitva lesznek, és okmányokat lehet cserélni. Úgyhogy minden feltétele adott ahhoz, hogy okmány miatt ne kerüljön olyan helyzetbe a választópolgár, hogy ne tudjon szavazni. Ez megoldható lesz. Beszéltünk az előbbiekben a mozgó urna igénylésről. Mi ennek a menete, hol lehet, milyen módon? A mozgó urna igénylésére hagyományos módokon, illetve az összes módon jövő héten, azaz 30-án szerdán 16 óráig lehet kérni. Utána már csak személyesen vagy online, illetve 3-án a választás napján a szavazatszámláló bizottságok a meghatalmazás útján, a helyi választási irodánál pedig online lehet kérni egészen 12 óráig. 12 óra után viszont ez a lehetőség már nem áll fenn. A külhoni szavazókról ejtsünk néhány szót, milyen módon tudják leadni a voksukat? Hát a külhoni szavazóknak mondjuk két csoportját tudjuk megkülönböztetni, mert vannak a magyarországi lakcímmal rendelkező állampolgárok, akik külföldön tartózkodnak, azaz magyarországi lakcímmel, nagy valószínűség szerint munkavégzés céljából tartózkodnak külföldön. Tehát van, ez a lényeg és kiemelendő, hogy van magyarországi lakcímük. Ők gyakorlatilag ugyanúgy választanak a külképviseletek, a kijelölt külképviseleteken, mint ahogy mi Magyarországon belül valamelyik vidéken, városba, ahová átjelentkeztünk. Ez az egyik formája. Akinek nincsen magyarországi lakcíme, ő levélben szavaz, és ez már megkezdődött. Gondolom, ez már, ha valaki figyelte a választással kapcsolatos sajtóhíreket, ez megkezdődött március 19-én, és április 3-án 19 óráig ugyanúgy tart, ami azt jelenti, hogy a levélnek be kell érkezni 19-én 19 óráig a Nemzeti Választási Irodához, vagy pedig a Országos Egyéni Választókerület székhelye szerinti helyi választási irodához. Április 3-án a választás napján urnazárást követően mikorra várhatóak az elsődleges eredmények? Hát mindig ez a legnehezebb kérdés. Én nem is akarok ebbe különösebben tippelgetni, mert ez valahogy talán tipix lehetne. Én nagyon remélem azért, hogy az országgyűlési választásról már viszonylag korán, hogy 10 és 12 óra között már valamennyire már tudhatunk valami eredményt, de hát azt is hozzá kell tenni, hogy azok, akik átjelentkeztek, tehát azok a szavazólapok, azok majd csak egy hét múlva fognak megérkezni, tehát a választást következő héten szombaton, és itt lesz egy szavazókör, aki gyakorlatilag este 7 órakor mindent összepakol, bepakol a városházára, a választási irodára, és majd következő héten szombaton, amikor megérkeznek az átjelentkezőknek a szavazatai, majd azokat bele kell tenni az urnába, és úgy lesz együtt megszámlálva. Most, ha nagyon kiélezett lesz a választási eredmény, akkor ez nagyon fontos lesz, mert nem biztos, hogy lesz akár vasárnap, vagy hétfő hajnalban eredmény, hogyha ezek befolyásolják. Még akár ez is előfordulhat. És hogy kik ezek, akiknek a szavazatai ide érkeznek, azok a választópolgárok, akik átjelentkezéssel szavaznak, tehát egy karcagi állampolgár Budapesten tartózkodik, átjelentkezését kéri, egyébként most 25-én pénteken 16 óráig teheti meg, elmegy Budapesten egy szavazókörbe, akkor ott ugyanúgy azt a szavazólapot fogja megkapni, mint akik karcagon szavaznak, tehát a mi
egyéni választókörzetünk szavazólapját, mármint az egyéni képviselők esetében. És ezek fognak majd visszaérkezni hozzánk az ország minden tájáról, és kerülnek be a ötös szavazókörnek az urnájába, ami egyébként a déli nébe van, és ez kerül majd megszámlálásra a következő héten szombaton. És így lesz majd teljes az egész választás, akkor lesz teljes eredmény. Jegyző úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra.